He was a day angel light with a sunset like fire. I had you in my arms. Utána stúdiójában vagyunk, az Indiánék műterme egyébként, és éppen most kezdtük be néhány perc a videóképpen forgatását. És hát nem volt semmi, megmondom őszintén, nagy kihívások, most debütáltam, mint kezdő színész, úgyhogy az elmúlt három napban nem sokat aludtam, nagyon csak emiatt elég sokat játszottam, meg elég sok elfoglaltság volt, de folyamatosan azért a fejemben, hogy fogom tudni megoldani ezt a feladatot, hiszen azért lássuk be, hogy a színpad, és az előadó művészet, de nem volt ebben gyakorlatom. Főleg egy olyan klipről van szó, egy olyan forgatókönyvről, ahol én vagyok a középpontban, és elég komoly dolgokat kellett nekem végrehajtani. Úgyhogy én nekem rendesen tele volt a gatyám, megmondom őszintén. Indián pedig hozta a szokott formáját, kitalált egy nagyon-nagyon jó forgatókönyv, nagyon egyéni és eredeti forgatókönyvről van szó, és nagyon-nagyon kedves szerintem, és nagyon illik ehhez a dalhoz, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sokan voltunk itt, rengeteg statiszta, lányok, fiatalok, tinik, egyetemisták, gyerekek, minden volt, úgyhogy el lettem intézve rendesen így estére. Szokatlan a szövegvilága, arról szól, hogy féltjük a gyerekeinket, megszületik, mi lesz velük, muszáj elengedni, hogy engedjük el, hogy engedjük útra, és ebből vártuk, hogy legyen egy olyan ötlet, ami nem a megszokott hétköznapi, és egy ecsnittes klipnél döntöttünk, tehát hogy elejétől végéig nem lesz vágás a klipben. Ami ennek a pikantériája, hogy Gabi játsz az apukát, és mintha megszületett volna a gyereke, és egy éves szülnapjára egy tortát adna a kislányának, és ahogy leül, lejátszódik a fejébe, hogy mennyi minden jó és rossz dolog történhet vele, egészen addig, amíg férfihez nem adja a lányát. És ezt látjuk egy snitbe, 3 percen belül, ahogy ugyanabban a lakásban, ugyanabban a térben minden megtörténik. A kislány beteg lesz, a kislány bábozik, akkor jönnek a gyerekkori barátai, akkor jönnek a csitri lányok, akik már kívon öltözködnek, jönnek az egyetemista barátai, ott már kitetováltatja magát, már italoznak, a végén lesz egy kérője, és a legvégén férhez is adja a lányát, aztán táncol egyet az esküvén, és ott van a végén a csattanó, hogy visszérkezik a lánya, és egy babaruát ad, kvázi most már nagypapa, és ott zárul. A koncepció az volt, hogy gyakorlatilag vágás nélkül egy snitben vettük fel ezt a 3 perces kis filmet, és különböző életszituációk zajlottak le. Én, mint gyakorló apa, emlékszem vissza, nevelés örömeire és völgyekre és hegyekre. Úgyhogy gyakorlatilag azt a kamera, mint a gyerek szeme, mint a gyerek szemével látott engem, és én foglalkoztam úgy, és tekintettem úgy a kamerára, mint gyerekre, aki csecsemőkorától kezdve a házasság pillanatáig mutatja végig a kisfilm rövid pillanatokban azokat a hullámvölgyeket vagy élethelyzeteket, amik nagyon ismertek lehetnek olyan emberek számára, akik vagy szülők, vagy tudják, hogy működik ez a dolog. Úgyhogy nagyon kedves, sajnos poénos egyébként ez az egész, úgyhogy nagyon élveztük ezt az egészet. Jó volt. Nagyon kíváncsi egy egysítésnél, hogy mindenek stimmelnie kell operatőrnek, szereplőnek, háttérnek, kelléknek, kellék ki, szereplők be, ezeket mind elbújtatni, és hogy a kamera folyamatosan mozog, minden teret lássunk, közben van benne egy fényváltás, nappalból éjszaka lesz, éjszakából megint nappal, és van benne egy teljes kör fárszerű mozgás is, és a háttérből is el kellett mindenkit úgy takarítani, hogy ne látszódjanak. Hát most nyilván ez a klip, ami aktualitás, ezt szerintem egész nyáron fog menni, és hát gőzerőlt a nagy lemezen, ami a szeptember környékén fog majd megjelenni, szeptember-október környékén, úgyhogy vélhetőleg idén még évvége felé ki fog jönni majd egy klip, úgyhogy ezen dolgozunk nagyon zenekarommal, Szabó Zével, és így karöltve. Most úgy tudom, ez az első 4-es klip, így van. Kíváncsian várjuk ennek az utómunka fázisán, mennyi új rejtelmet fog mutatni. Már most a felvétel gyönyörű volt, tehát a natúr képe, meg a natúr érzékenysége is gyönyörű már a felvételnek. Igaz, ez most nem teljesen mutatja meg a kamera tudását, mert egy helyben, egy snitben, egy világításban vagyunk szinte végig egy belső térben, de most megértett. Elsőként használható. Több külföldi stúdiónak, kiadónak kellett küldni az anyag, sőt én úgy tudom, hogy a svéd rádió már hetek óta játssza a dalt, és nagyon-nagyon szeretik, és nagyon sokan kérik, úgyhogy én úgy tudom, lesz rá igény. Tehát én nagyon szívesen, nyilván elsődlegesen szeretnénk Magyarországon sikereket elérni, de abszolút nyitottak vagyunk Európa felé, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen várjuk a felkéréseket.
Mivel a stábom most már aztán 16 éve dolgozik együtt, úgyhogy maximálisan rendelet vagyok. Akik meg most újonnan csatlakoztak, akkor nagyon gyorsan, rutinusan felzárkoztak, és tényleg egy 8-10 próba után már hasznos felvételt csináltunk. Úgyhogy a 10. megmozdulás után lényegben már megvolt ez egy perc. A stáb nagyszerű volt, de tényleg, hát itt azt mondom, hogy mindenki érti a dolgát, nem véletlenül nem ma kezdték, és nem is tegnap. Úgyhogy azt gondolom, hogy így a társaságból én voltam a zöld fülű, hiszen én voltam az, aki a legkevesebb gyakorlattal gyakorlatilag a nyakamba lezúdítva ez a felelősség, és nagyon-nagyon örülök neki, hiszen nyilván tudtam, hogy ez egy nagy falat, és tudtam, hogy én ezt még nem csináltam eddig, előtte, viszont azt gondolom, hogy a siker nyilván nem maradhat el, hogyha esetleg gyorsak jött, bár remélem, hogy gyorsak jött, rosszat nem csinálom. Ennyi. Jó. Megvan ez is. Az előző nekem jobban tetszett. Igen? Csináljunk még egy gyors. Az előző jobban tetszett. Ez se rossz. Itt egy volt, igen, az izé volt, egy picit ott elmozdult. Meg a meghívó. Na, meghívó. Az előző olyan jó jött, itt volt letett. Csapó fordult. Igen, az tök jó volt az előző. Az ékosában rosszabb volt. Az előző volt ideig a tuti. Még egy búcsút, csinálunk egy búcsúcsót. Búcsúcsó! Ez kilépő! Mi? Kilépő! Kilépő, gyerekek, kilépő! Elhozni is van!